Ugrókötelezés nem középiskolás fokon. Ennek a sportnak versenyszintű művelői már évtizedek óta a dombóvári kötélugrók. Edzők, versenyzők jönnek-mennek, de az erre szakosodott egyesület a sportág régi keltezésű Dombóváron. Mindig akadt továbbiből, a gyerekek pedig vevők arra, hogy ebben a számukra sokszor komoly, monoton munkát jelentő sportágban fejlődjenek, mert megéri, hogy bemutatókon, versenyeken vehessenek részt. Alig ha véletlen, hogy a pandémia okozta időszakos verseny nélküliséget, éppen a Dombováriak országos versenye törte meg a minap, amit már a 2019-ben megalakult új egyesület rendezett. Azóta meg előtte is már számos versenyen elértünk dobogós helyezéseket. A megyei diákolimpián minden aranyérmet általában elhozunk, majd az országos diákolimpián is hozzák a gyerekek az elvárt és ugye megszokott jó helyezéseket, valamint ugye az országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken is szép eredményeket szoktunk elérni. A legutolsó külföldi versenyünket számítva, ugye ez Münchenben volt megrendezve tavaly, mert ugye idén a pandémia miatt nem lehetett, akkor több mint 30 érmet hoztunk el. Nyilván az lesz a jobb, akinek a lábában, a testében nem akad el egyáltalán a kötél. De a sok hibátlan között hogy tesznek különbséget, bizonyára felvetődik a sportággal először találkozóban, így bennünk is. Egy átlagos versenyen ott ugye a bírók azt nézik, hogy mennyire tud együtt mozogni a gyerek a zenével, tehát a ritmus érzékét, ugye a zenével való együttmozgást is pontozza, illetve az, hogy mennyire kreatív, mennyire új elemeket is rak bele egy gyakorlatba, illetve hogy milyen szépen tudja megcsinálni azt, amit csinál. Valamint ugye van erősségi pontozás is, amikor ugye minél nehezebb elemeket csinálnak a gyakorlat során a versenyzők, akkor ugye azt tudják jobban értékelni. Ugye jelenleg a mi versenyünk, ami most zajlik, ez inkább erőléti verseny. Ugye itt nem a kreativitása fontos, hanem a legalapvetőbb ugrásformákat hoztuk bele most ebbe a versenybe, és ugye itt az számít, hogy ki milyen gyorsan tud ugrálni, és hogy egy perc alatt mennyi adott elemet tud megcsinálni. Tehát itt kifejezetten az erőre és a gyorsaságra megyünk most rá. 6 korcsoportban, 2 kategóriában zajlottak a dombovári versenyek, elkülönítették természetesen a kezdőket és a már versenytapasztalattal rendezőket. Szalontáról, Nagykanizsáról, Zalaegerszegről, Budapestről érkeztek kötélugrók, előre, hátra, oldalra ugrás szerepelt a versenyrepertoárban. Ezeknek egyik meghatározó dombovári művelője Kertész Hajnalka, aki az aerobikot cserélte fel a kötélugrásra, és, mint mondja, erre tette fel sportkarrierjét. A keresztes simának a lényege hátra, hogy megcsinálunk egy keresztet és egy simát egymás után, és azt számít, hogy hányszor ugorjuk át a keresztet. Voltunk csapatversenyen, ott is dobogós helyezést értünk el, és döntöttünk saját rekordokat is, és amikor az ellenfélnek a csapata is megtapsol, az már tényleg nagyon jó érzés. Ez egy nagyon nehéz feladat, főleg amikor az elején elkezdjük, akkor ugye még úgy érezzük, hogy könnyen megy a versenyszám, és a végére ugyan már kezdünk elfáradni, de ez nem gátol minket abba, hogy megdöntsük a saját rekordjainkat. Én olyan 6-7 évesen kaptam meg az első ugrókötelemet, és akkor már tudtam páros lábon ugrálni, és a szerencsém volt, akkor hátrafelé is sikerült, de mindent, amit most tudok, ezt itt tanultam meg ez alatt a 3 év alatt. 2021 csak jobb lehet a kötélugró sporták számára országosan, ebben bíznak nagyon Dombóváron is. Amennyiben ugye elmúlik ez a veszélyhelyzet, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen sokkal jobb lesz, mint az idei. Több verseny is lesz, illetve nálunk is sokkal több nevezőre számíthatunk majd. Amennyiben megrendezésre kerülnek a versenyek, akkor további országos címeket szeretnénk megszerezni, illetve a külföldi versenyeken is újra dobogós helyezéseket szeretnénk elérni. Ha így lesz, ismét sikersportákként tartják majd nyilván a Dombóváron a már tradicionálisnak számító kötélugrást.